Új támogatások érhetőek el néhány hete a családvédelmi akcióterv keretében. Ezek közül a babaváró támogatást, a kibővített csokot, a jelzálog hitelcsökkentését, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményét a kormányhivatalokon keresztül lehet igényelni július 1-től. Várható volt, hogy az új konstrukciók megjelenésével jelentősen megnő majd az ügyfélforgalom a kormányablakokban, ezért igyekeztek erre megfelelően felkészülni. Belső létszámát csoportosításokkal el tudtuk azt érni, hogy 3 nap alatt tulajdonképpen bárki, aki hatósági bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be, az meg is kaphassa a hatósági bizonyítványát. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy 3 hét alatt kellett annyi hatósági bizonyítványt kiállítanunk, mint máskor fél év alatt összesen. Azt gondolom, hogy a kollégáink mindent megtettek azért, hogy a hivatal ügyintézés az ne lehessen akadálya annak, hogy aki ezekkel a programokkal élni szeretne, azt tudjon is élni ezekkel a lehetőségekkel. Mint az 1 hónap alatt szerzett tapasztalatokról beszámoló pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, az ügyintézés minden esetben határidőn belül fennakadás nélkül zajlik. Júliusban mintegy 4600 ügyfél intézte ügyeit a megye 26 kormányablakában, a legtöbben több mint felük a babaváró támogatással kapcsolatban. Jól mutatja a megnövekedett érdeklődést, hogy 3 hét alatt annyi hatósági bizonyítványt állítottak ki, mint máskor fél év során. A nyíregyházi járási hivatal vezetője egy fontos dologra hívta fel az érdeklődők figyelmét a babaváró és a csok igénylésével kapcsolatban. Először a hitelintézetnél célszerű kezdeni. A hitelintézetnél az adott ügyfél adott egyedi körülményeire tekintettel megtörténik annak az előzetes bírálata, hogy ő jogosult-e bármelyik támogatási formára vagy sem. Hogyha erre a válasz igen, és a hitelintézetnél elindul ez a folyamat, akkor célszerű megjelenni vagy bármely kormányablakban benyújtva a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet, vagy pedig az egészségbiztosítási osztályunk helyszínén, az ügyfélszolgálatunkon a Vörösmarty tér 7 szám alatt. Az autóvásárlási kedvezmény kérelmeit a kormányhivatalok az államkincstárnak továbbítják, de az összes ellátási formához hasonlóan ezt is bármely kormányablakban be lehet nyújtani. Az igények elutasításának legfőbb oka egyébként, hogy olyanok is kérik, akik nem jogosultak rá, vagy hiányos kérelmet adnak be. Sokan azzal nincsenek tisztában, hogy a babaváró támogatáshoz 3 év folyamatos jogviszonyra van szükség, a közfoglalkoztatottaknál viszont csak maximum 1 év számítható be az ilyen időszakból. Érdemes így beadás előtt alaposan tájékozódni.